szeretettel köszöntöm minden kedves megjelenő vendéget a Legyen Neked is Konyhakert egy rendezvényünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt. Külön tisztelettel köszöntöm Szabó Mária főorvosasszonyt, a Kátai Gábor Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosát. Szeretettel köszöntöm a kedves kollégáimat, kedves szülőket, és legfőképpen titeket, drága gyerekeink. Azért vagyunk ma itt, hogy a konyha kertünk megtermel finomabbnál finomabb zöldségféléknek, megmutassuk, hogy miféle gyógyhatásai fedeztek fel már nagymamáink, dédnagyanyáink, mert hogy nem kell mindig doktornénihez szaladni. Vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk oldani nélküle is. Persze, mikor nagy baj van, muszáj elmenni hozzá, hogy meggyógyítson titeket, de olyan kedves és aranyos Kelemen Lajosné Böbenénénk, pedagógiai asszisztensünk, Ferenciné Széke Jerika Daduska nénénk, Puskás Sándorné Ildikó néni Daduska nénénk, hogy beavatnak bennünket ezekbe a titkokba. Románi Sándorné tagóvoda vezetővel beszélgetünk. Minden évben valami meglepetéssel készülnek a szülőknek. Mi lesz a mai nap programja? A mai nap programja a Legyen Neked is Konyhakerted című programunk, amit harmadik éve rendezünk meg, negyedik alkalommal. Ez idáig megmutattuk a kedves szülőknek, vendégeinknek, hogyan érdemes veteményezni, miket, milyen növényeket érdemes egymás mellé ültetni. Beszéltünk a veteményezéssel kapcsolatos mindenféle felmerülő lehetőséggel, kérdéssel, de ebben az évben egy teljesen más fényben szeretnénk beállítani a kertünkben megtermesztett zöldségfélék használt. Ugyanis szeretnénk megmutatni a szülőknek és kedves vendégeinknek, hogy a gyógyításban hogyan tudjuk felhasználni a kertünkben megtermelt zöldségféléket. A káposztától, a burgonyán át, a sóska, spenót és mindenféle zöldség, ami megteremhet a kertünkben, hogyan segít megőrizni az egészségünket, és ha már baj van, mire tudjuk használni őket. Kik lesznek ebben az ön segítségére, tehát kik tartanak előadást? Amikor ez a programunk elindult, a leghitelesebb emberek adták elő meglévő tudásukat, ismereteiket. Kelemen Lajosné pedagógiai asszisztensünk, Puskás Sándorné Ildike Dajka néni, és Ferenciné Széke Jerika, szintén Dajka néni. Ők a leghitelesebbek ebben a témában. Segítjük egymást, támogatjuk egymást, segítünk összeállítani az anyagot, de ők azok, akik a leghitelesebbek, és ők tudják ezt nekünk úgy elmondani, hogy el is hisszük nekik. Hiszen ők azért már többszörös díjazottak a legszebb konyhakertekben, és akkor gondolom ma is készültek. Én azt kívánom, hogy utána pedig itt a sok-sok kisgyermek kéz töltse meg ezeket a kis dobozkákat, ezekkel a magvakkal, és utána pedig otthon a szülőket is vonják be ebbe. Igen, ez így történik minden évben, és azt gondolom, hogy akkor válik hitelessé egy-egy ilyen részlete a rendezvényünknek, amikor az első fotót megkapjuk a szülőtől, hogy az itt elvetett paradicsommagot ők otthon öntözgették, ápolgatták, és amikor levették az első szemtermést, milyen jó étvágyal fogyasztotta a kis óvodás csemete, aki itt ültette el azt a magot. Vagy amikor két hatalmas szatyornyi dísztökkel jön vissza a gyermek és a szülő, mert olyan bőséges volt az az itt elvetett dísztök mag, hogy ők nem tudnak vele mit kezdeni, mi viszont szívből örültünk neki. Hát akkor erre az évre is hasonló jó műterméseket kívánunk önöknek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Köszöntöm nézőnket, a Jókai úti tagovodában vagyunk, és Kovács Szilva a polgármester asszonnyal beszélgetünk. Itt mögöttünk már látszik, hogy előkészültek az oviban a szokásos kis rendezvényre, de mi is ez pontosan? Ez a Legyen Neked is Konyhakerted rendezvény, amit az évek során már hagyományként minden alkalommal, minden évben megrendez az óvoda. Ez nagyon jó kis nyitó rendezvény ahhoz, hogy minden szülő, aki eddig nem tette, kedvet kapjon a kertészkedéshez, hiszen itt az ismeretterjesztő előadás után bizony a gyerekek nekiülnek és palántot ültetnek, illetve elvetik a magot, az első magot ebben az évben, amiből majd aztán palánta és reményeink szerint zöldség
lesz, és így aztán kedvet kapnak a gyerekek az ültetéshez, és bizony-bizony a tapasztalat mondatja, hogy megfertőzik a szülőket is, hazaviszik a kis poharat, és előbb-utóbb gondozni kell ezeket a magoncokat, és bizony megkövetelik azt is, hogy legyen konyhakertjük, legyen saját kis kertrészük, és pontosan ez az egyik értelme ennek az óvodai rendezvénynek, hogy a gyermekek ne csak az óvodán belül, hanem otthon is kertészkedjenek, és amit itt elsajátítanak, azt otthon gyakorolják, és a szüleik tanácsai mellett is műveljék a kertjüket. De mintha az időjárás is megérezte volna, hiszen a múlt héten még hó volt, minuszok voltak, most meg már szinte 16-17 fokos tavasz van, tehát pont itt az ideje ezeknek a dolgoknak. Így van, ez az első olyan nap, ami megörvendeztet bennünket azzal, hogy jó idő van, és sugallja nekünk, hogy itt az idő, és a kerti munkákat kezdjük el. Gazdoljuk ki, amit még eddig nem tettünk meg, készítsük elő az ágyásainkat, húzzuk meg azt a sort, és az első veteményest azt tegyük meg. Reméljük, hogy a hétvégi jó időt akkor sokan kihasználják otthon, és akkor elkezdik a gyermekeikkel az otthoni kertészkedést is. Biztos vagyok benne, az oldásokban mindig lehet bízni, és nagyon büszke is vagyok rájuk, hiszen évről évre egyre szebb és egyre több óvodás kertet tekinthetek meg a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei program keretein belül, és én úgy vagyok ezzel, hogyha egy iskolás vagy egy óvodás gyerek elkezdi, akkor iskolás korában is biztosan fogja folytatni, és előbb-utóbb felnőtt kertművelő lesz belőle. És majd, hogyha nagyszülő lesz, akkor ő is majd az unokájának át fogja adni azt a tudást, amit itt kezdett el az óvodában összeszedni. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Tisztelt óvodavezetők, kedves szülők, kedves gyerekek! Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal érdeklődnek a téma iránt, mind a gyógynövények, mind pedig a konyhakerti növények iránt. Többször elmondtam már, hogy én nagyon büszke vagyok az óvodásaimra, hiszen példamutatóan kertészkednek, és évről évre egyre szebb, egyre több kerttel neveznek a Legszebb Konyhakertek programba, és ez azt mutatja, hogy ők igen szorgos kis kertészek, és előbb-utóbb megtanulnak kertészkedni, vagy már tudnak is kertészkedni. Sőt, mi több, nem csak itt kertészkednek, hanem ráveszik a szülőket, hogy otthon is tegyék ezt, és bizony-bizony megvan a feladat. Apukának, anyukának ki kell alakítani egy kertet, föl kell ásni, és segíteni a nehezebb fizikai munkában. Aztán ők ezt csinálják tovább, és iskolás korban sem hagyják abba, hiszen Monori Vivien az országban elsőként Karcagból 7 évesen országos díjat kapott a kertprogramban. És ezt annak köszönhet, hogy bizony-bizony annak idején óvodás korában az óvónénik, a darus nénik megfertőzték őt a konyhakertészkedéssel, és ez a szerelem megmaradt neki, és azóta is rendszeresen kertészkedik és gondozza a kertjét. És hát látjátok, nem elég gyerekek a kertet gondozni, bizony-bizony a hasznát is meg lehet ennek látni, hiszen most láthattuk, hogy milyen sok előnye van annak, hogyha sárgarépánk, zellerünk és sok-sok mindenünk van a kertben, hiszen nem csak a pocakunkat tudjuk vele megtölteni, hanem bizony a bajainkra is fontosság. Én kívánom nektek, hogy minél szebb kertetek legyen, és azt a sok-sok praktikát, amit itt megtaláltat, illetve meghallottatok, az kis ismétlés árán is, de sajátítsátok el és tudjátok, és majd amikor ti is szülők, nagyszülők lesztek, akkor ti is éljetek ezekkel a praktikákkal, így ez a tudás nem vész el, hanem átadódik. Köszönöm szépen, hogy ez a tudást közkincsé tették az óvoda dolgozói, és bízom abban, hogy minél többen fognak ezekkel a lehetőségekkel élni, és én csak azt tudom mondani, hogy jó kertészkedést, hajrá, úgy sok előre, meg sem áll 4 országos díjig. Köszönöm szépen ezt a rendezvényt, és sok sikert és jó kertészkedést kívánok mindenkinek az óvodában is, és otthon is. Köszöntöm nézőnket, Harsanyi Gáborral beszélgetünk itt a határban, hiszen az elmúlt napokban nagyon sok eső volt. Hogy állunk most? Hol védekezik a kötivizék? Karcag és környékén gyakorlatilag 55 napja van védekezés, belvízi védekezés folyamatban. A legnagyobb elöntött terület itt a határban 2650 hektár volt, de már szerencsére csökken.
a legnagyobb átemelt vízmennyiség napi 1.350.000 köbméter volt, és ugye ez is a jó időnek köszönhetően, vagy a javuló időnek köszönhetően folyamatosan csökken. Ebből mi volt a legkritikusabb helyzet? Be kellett-e avatkozni? Kellett-e esetleg átvágni gátat, bármi olyan, ami esetleg rendkívül esemény volt? A legkritikusabb esemény igazából a március 17-ét követő ónos esős időjárás okozta áramkimaradás volt, hiszen közel 4 napra elment az összes szivattyú telepünkön az áram. Ideiglenesen nagy teljesítményű agregátorokkal kellett a folyamatos üzemet biztosítani. Szerencsére a szakaszvédelem vezetés a helyén volt, és gyorsan tudtunk reagálni erre a dologra. Kritikus vízszintek nem alakultak ki, jelentős visszaduzzasztás így a csatornákon szerencsére nem alakult ki. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt évek munkájának köszönhetően azért viszonylag jó állapotban van a karcagi határban a vízelvezető rendszer. Igen, folyamatosan stabil a finanszírozása a vízügyi igazgatóságnak, és ezáltal több száz kilométer csatorna kotrását, gaztalanítását tudtuk elvégezni. A művek nagyon jó állapotban vannak, a gazdálkodókkal szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és így ők is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a belvíz ne okozzon nekik minél nagyobb kárt. Egyébként a szakaszmérnökség mekkora területen védekezik? A szakaszmérnökség összesen 1100 négyzetkilométeren védekezik, két belvízvédelmi szakaszon, 10.08-ason itt Karcag környékén és a 10.07-esen Kunhegyes környékén. Ez gyakorlatilag közel 25 szivattyú telepet érint. Lesz-e valami olyan felújítás, ami esetleg a következő évekre vonatkozik? Igen, a villogó főcsatornának egy nagy projektje van folyamatban. Itt hamarosan el is fog indulni a kivitelezés, ez egy közel 500 millió forint értékű beruházás, mely javítja a lefolyási viszonyokat, illetve az öntöző víztározási lehetőségeket is optimálisabbá fogja tenni. Kellett-e mondjuk elrendelni plusz munkaerőt, vagy a meglévő az elég volt? Igen, a védekezést a saját létszámból biztosítottuk. Gyakorlatilag a mozgósítási tervben, aki benne szerepel, az, aki él és mozog, mindenki részt vett a védekezésben. Azért most ez a nagy szél sokat segített, hiszen itt azért 2 nap alatt látványos volt a határban a javulás. Igen, hál' Istennek már most az elmúlt napokban napsütéses és szeles időjárás volt, és gyakorlatilag drasztikusan csökkent az elöntött területek mértéke. Reméljük, hogy ez folytatódik, és köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, Kalocsai László, a Nagy Kunhorgász Egyesület elnökével beszélgetünk ebben a gyönyörű, szép tavaszi időben. A tavasz az kicsalta a horgászokat is a tópartra. Én is szeretettel köszöntöm a karcagi televízió nézőit. Igen, hál' Istennek jó idő van, talán egy kicsit hamar is beköszöntött a nagyon jó idő, úgyhogy körbe lehet majd nézni, azért látszik, hogy vannak már horgászok a tavon, már hál' Istennek fogdostak az idén is, halkat, szépeket is, és volt már 10 mázsa a ponty telepítés a tóba, illetve egy pár nappal ezelőtt 50 kiló kisebb csukát hoztunk, mivel rengeteg a racbór, ami elszaporodott a tóba, és szeretnénk, hogyha a csuka megritkítaná ezt a halat. És hát azért szép a környezet is, látszik, hogy azért sokat foglalatoskodtak itt télen azzal is, hogy szépítsék a környezetet, de úgy tudom, hogy folytatják ezt a munkát. Igen, volt már egy pár nap társadalmi munka, most hétvégén megint volt társadalmi munka vasárnap, a nádat, amit levágtunk, azt összegerebjéztük. Sajnos ugye most a tél nem volt olyan hideg, hogy benn a nádszigeteket le tudjuk vágni, tehát egy napig, aki akkor ráért, éppen bement és levágta, de benne a dánat nem tudtuk levágni. Milyen szezont vár, hiszen itt azért sokan vannak már kint, voltak-e már fogások? Voltak fogások, már fogtak. Ketten, amiről én tudok, már ketten fogtak ilyen 3 kiló körüli harcsát, fogtak csukát, 4 kiló 10 dekásat, 3 kiló 10 dekásat, fogtak pontyokat, van, aki már 20-on felül is fogott, hát ugye ki mennyit jár ki horgászni, tehát ez nagyba befolyásolja az eredményt. Reméljük, hogy sok fogás lesz, hiszen az előbb is mondta, hogy telepítettek, de úgy tudom, hogy azért gondok is vannak itt a vízben. Hát sajnos van, ugye, mert egy pár éve megint megjelent a vidra, ami sajnos eléggé pusztítja a halat, de ez több horgász egyesülettől is hallottam, hogy náluk is vannak ilyen gondok, hogy a vidra megjelent. Hál' Istennek, ami viszont nagyon jó,
hogy régen volt a tóba ennyi víz, és nagyon most tényleg szép tiszta a víz, az a rengeteg eső, beárvíz ugye megemelte a talajvizet, és tényleg most nagyon szép, ahogy lehet is látni, nagyon szép a tónak a vize. És hát akkor mindenféle nagyobb kár nélkül átvészelték a telet a halak is. Igen, tehát nem láttunk abszolút semmiféle halpusztulás, nem volt, hál' Istennek. Az önkormányzattól újabb 15 évre bérbe kapták, vagy üzemeltetésbe kapták ezt a tavat, akkor ez azt jelenti, hogy tudnak egy picit tervezni is, mik a következő évek tervei? Hát először is, ami nagyon fontos lenne, hogy a kerékpárutat, illetve a gépkocsiutat, tehát ezt meg tudjuk csinálni, ugye ez azért nem kis pénz, de tudjuk, hogy vannak ilyen pályázati lehetőségek, akár a HACS programban is, majd lesz, remélem, illetve a megyei szövetségnél is lehet pályázni, a horgász szövetségnél. Aztán ezt szeretnénk, mert ez nagyon fontos, hogy az utakat azért rendbe tegyük. Hányan váltottak eddig horgászjegyet? Az egyesületnél, tehát nem csak a tóra összességében, ilyen 461 nehány felnőtt, illetve 80 körüli gyermek váltott idáig engedélyt. Ez a korábbi évekhez képest, mint a többnek tűnne. Mi megnéztük, a tavalyi évben ugyanezen a dátumon egyen volt több, mint az idén. Tehát épp megnéztük, hogy április 19-én tavaly egy fővel volt több, mint ebbe az évbe. De reméljük biztos, hogy jönnek még többen. Mikor lesznek idén versenyek? Az idei versenyek ugye a városi rendezvények keretében augusztusban lesz. Augusztus 20-án lesz, jól emlékszem, vagy 19-én, pontosan nem emlékszem, akkor lesz a városi rendezvénysorozathoz tartozó verseny. Szeptemberben lesz a gyermekverseny, illetve szeptember végén vagy október elején, tehát az utolsó telepítését után lesz a házi versenyünk. Hát akkor mi azt kívánjuk, hogy sok fogás legyen a tóban, és hát akkor különböző pályázatokat, hiszen ahogy elmondta, pályázatokkal tudnak csak előrelépni. Igen, azért pályázatokkal tudunk előrelépni, mert azért vannak rendesen kiadásaink is, ugye áram, illetve munkabér kiadásaink is vannak, és azért a pályázatból, hogyha tudnánk nyerni, azért az nagyon sokat segítene. Akkor sok sikert kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Szabó Sándorral beszélgetünk, mióta jár ide horgászni? A 70-es évek végóta. Hát akkor tulajdonképpen még majdnem gyerekként? Így van, ifjúságiként kezdtem. Mi volt itt a legnagyobb fogása eddig? 16 kilós amót fogtam eddig legnagyobbat. És egyébként szereti a halat? Igen, szeretem. És el is készíti? Igen. Ma sem megy haza üres kézzel, mondhatjuk, hiszen van ma is fogás. Mit fogott? Ma kárász sikerült fogni. 5 darabot. És mi lesz belőle? Valószínűleg sült le. És egyébként mit jelent itt kint a tó mellett várakozni? Tehát miért szeret ide kijárni? Hát lehet pihenni, az legfőbb halat fogni. És egyébként mennyi nyugtatja a horgászás? Igen. Mi a kedvenc hala? Hát a kárász meg a sülő. És máshova is jár, vagy csak itt horgászik? Hát mostanában már csak ide jár a horgász. És milyen technikával? Hát legfőképpen úszóval. Kis László már azt gondolom, hogy a mai napot jól zárja, hiszen a pont előttünk fogott ki egy hatalmas halat. Igen. Kukoricával fogtam, és szép húzós kapása volt aki, és hát ennyi. Mit kell tudni, mekkora volt ez a fogás? 3,80 deka. Mióta jár ide horgászni? Hát én már vagy 12 éve, 13 éve. Mi a vonzó a horgászásban? Hát pihenés, kikapcsolódás, meg az ilyen szép halak, amik jönnek itt a tóba, ennyi. Mi volt a legnagyobb fogása eddig? Hát egy 5 kilós ponty. Szereti a halat? Hát így fogni csak jobban. De nem engedi vissza, tehát nem sporthorgát? Hát nem, így halászlét ritkán megeszik. És ebből mi lesz? Ebből halászlé lesz, ebből is. Akkor sok sikeres fogást kívánunk. Köszönöm szépen.